Erdő és kukorica sáv határolja a 89-es utat. A gépkocsi vezetőknek az ilyen területeken az átlagosnál is jobban kell vigyázniuk, mert itt a vadak hamar kifutnak az úttestre. Az Országos Vadászkamara Vas -megyei szervezete és a megyei rendőrkapitányság közös figyelemfelhívó akciót szervezett. Azok a járművezetők, akik ilyen utakon közlekednek, és rendbe talál a rendőrségnél, hogy minden okmány, azokat megajándékozzuk. Ajándékba vad sípot kaptak a járművezetők. Az apró eszköz sokkal értékesebb, mint amennyibe kerül. Örülök neki, megmondom őszintén. Gondolkodtam rá, csak még nem jutottam el odáig, hogy hol ez is. De ezt most egy balesetben nem csak az autót érheti, több százezer forintos kár, az értékes vad is megsérülhet, elpusztulhat. Éppen ezért minden autóvezetőnek érdemes beszereznie egy vadsípot, hatásos és a felhelyezése sem túl bonyolult. Ennek a sípnek a legfontosabb ö, működési elve, hogy szabadon áramolhason át a levegő, ezért a gépkocsin úgy kell elhelyezni, hogy ez megtörténhessen, és legalább 40 km per óra sebességgel kell haladni ahhoz, hogy azt a hangot ö, kiadja a síp, amely a szabadakat. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a veszélyt jelző tábla nem old meg mindent, a járművezetőknek is jobban kell figyelniük, főleg szürkület után. Ha elkerülhetetlen az ütközés, nem mindegy, hogy mekkora sebességgel történik a vad a természet része. Azt ne kívánja senki, hogy meg tudjuk akadályozni, mi vadászok, vadászat jogosultak, hogy a vad kijöjjön az útra, hisz nem lehet a mozgását meg akadályozni. Tehát ez egy természet értékes része, meg akarjuk tartani az utókornak, tehát vigyáznunk kell rá. A vad sípok népszerűsítésével várhatóan tovább javulnak a közlekedési statisztikai adatok. Idén eddig a korábbiakhoz képest kevesebb, mindössze 67 vadbaleset volt Vas megyében.